Márai Tamás neve hallatán a divat jut sok embernek az eszébe. Nekünk kutyásoknak Bobó és Totó a két csodálatos tibeti terrier gazdája, a felelős és igényes állatszerető kutyás, aki ugyanúgy tud izgulni a kutyakiállításokon, mint a többiek. Órákig csevegő ember, és képzeljék el, nem a divatról, hanem Boboról és Totóról, és azok négylábú társairól. Sok mindent köszönhet Tamásnak a kutyás társadalom, jó magam, egy kutyás barátságot. Szia, Márpikám! Hello! Tamáskám, engedd meg, hogy bemutassam a Csabát. Márai Tamás vagyok, szia! És tulajdonképpen azért hívtunk meg vendégségbe, hogy mutassunk neked valami kis csodát. Mit fogunk megmutatni? Hát talán Magyarország meg exkluzívabb üzletét szeretnénk bemutatni neked. Olyan termékekkel, amik Magyarországon eddig még nem voltak elérhetőek, egy reprezentatív kialakítás üzletben. Na, kíváncsian várom, mert azért én ugye nagyon sok mindent vásárolok, meg nagyon igényes vagyok arra, hogy miket kapnak a kutyáim, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi történik. Az elmúlt években szerintem egy példát mutattál a kutyatulajdonosoknak, hogy hogy is kell ezt a tibetterjereket ápolni, népszerűsítetted a tibetterjereket, és ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon igényesen tartod őket. Most Magyarországon nagyon sok üzlet van, ahol egyetlen egyet hiányolok, a szaktanácsadást. Véleményed szerint kell a szaktanácsadás a kutyatartóknak? Nem neked, mert te mindent tudsz profin, csak az átlag embernek. Nekem is kell a szaktanácsadás, mert ugye ez egy olyan kimeríthetetlen dolog, amit állandóan és folyamatosan tanul, tapasztal az ember. Menjünk föl. Folytassuk fönn a beszélgetést, jó? Jó. És akkor kíváncsi vagyok. Vezessetek. Csaba. Menjünk föl. Na, hát ez lenne a táprészleg. Igazából Magyarországon az eddig kapható szuper prémium tápok mindenki képviselteti magát, illetve az általunk behozott tápcsalád Amerikából egy holisztikus tápcsalád, mint kutya és macska részére, és egy angol, egészen egyszerű. Itt is egy olyan orgia van, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy hát az övé az aztán ami, abban van a legtöbb hús, abban nincsen fűrészpor, abban nincsen aroma. Pontosan. Azt biztosítja a kutyának még a gazda után is tartó önálló örök életet a megörökölt házban. Tehát, hogy itt is van egy olyan fajta útvesztő, amiben egy normál kutyatulajdonos, hogyha betéved, akkor nem igazán tudja azt, hogy mit higgyen el, mi alapján tájékozódjon, és most akkor hagyjuk azt a demagóg részt, hogy akkor mire van pénz, meg mire nincsen pénz, és akkor, mert ugye ahol számít az, hogy mit tudom én, 500 forintért veszünk, vagy nem veszünk, elnézést kérek, lehet, hogy megbántok valakit, nem szándékos, de oda nem biztos, hogy feltétlenül kell kutya. Igyekeztem úgy összeválogatni a csapatomat, hogy ebben az útvesztőben is szakmai szempontok alapján segítsenek eligazodni a vásárlóknak. Nem feltétlenül az ár legyen a meghatározó, hanem igenis az, hogy az állatnak az egészsége az létfontosságú. Tamás, de én úgy gondolom, hogy pontosan azért hívtunk ebbe a szaküzletbe, és ugye beszéltünk az elején, hogy vannak ilyen nagy áruházak, én is látom, hogy leemelik a polcról a 15-20 kilós zsákokat, mondhatom, Csabi így, és betesz, és oda megy a pénztárhoz, és fizet érte 2000 forintot. Na képzeld el, mi van hát abban? Abban mi van? Én azt az ételt adom oda a kutyáimnak, amit én magam is megennék. Amit én magam nem ennék meg, azt nem adom oda nekik. Mert ugyan én nem értek hozzá, tehát nem vagyok se állatorvos, se biológus, se semmi egyéb, csak az ember a saját tapasztalatai megtanítja, hogy nekünk fontosak az ásványi anyagok, a vitaminok, az antioxidánsok, és az ezt kísérő anyagok, a provitaminok, akkor nyilván ez más élő szervezet számára is nagyon fontos. Tehát nem titok az, hogy mi mondjuk főzünk a kutyáinknak, de mondjuk azért ez másképpen van, mert nekem csak kettő van, nem sok, és mi arra tudatosan odafigyelünk, hogy megfelelő zöldség,
fehérje, szénhidrát, tehát, és ezeknek a különböző kombinációi, rengetegféle hús és ja, rengetegféle. Szinte tudományosan ezzel tudjátok együtt, állítani. Ezzel együtt egyébként a készétel, mert én nem szeretem tápnak hívni ezt. Igen, jó ez a szó, hogy készétel. A készétel is egy nagyon fontos tápláléka a kutyáknak. Ez a holisztikus tápra azért még térjünk vissza, te ez mit szólsz, hogy ami emberi fogyasztásra is alkalmas? Ez már azért már a 21. századnak a felső kategóriája? Egy nagyon fontos dolog, amit ki lehet ezeknél a tápoknál azért emelni. Ugye nekem is kutyáim vannak, nem is kevés, ugye 7-6 amerikai kokker és egy írvízi spániel. Nagyon sok problémám volt a tápokkal, amit itthon el lehetett érni, és amivel letettem. Egyrészt azért, mert az egyik kutyám egy trikolor kutya, ugye, és a fehér szőrű kutyák azok sokkal érzékenyebbek, mondjuk úgy, hogy allergiás reakciókat tudnak kiváltani bennük. Bizonyos összetevői a tápnak. Ne tartalmazzon szóját, ne tartalmazzon kukoricát, ne tartalmazzon mesterséges színezéket, ízfokozókat, tartósítószereket, és természetesen ne legyen benne semmiféle vágóhidi melléktermék. Tehát én azt gondolom, ahogy az életben is, ugye azt mondja Lao Tse, hogy sose ne tedd mással, amit magadnak nem kívánnál. Ugyanez vonatkozik erre is, tehát hogy ne adjuk azt neki, amit mi magunk nem fogyasztanánk el, és ne tegyünk vele olyat, amit mi is nehezen viselnénk el. Gondolok itt a láncra, a kizárásra, az eldobásra, stb. Hogy fejezze be a Csaba? Hát igazából ennek a szemléletnek követően csináltam ezt az üzletet. Menjünk tovább, mert most leragadtunk már ilyen kutyatáplálkozás. Már itt, igen. Na, etettünk, itt adtunk. Erről órákig tudnánk beszélni. Bármeddig, abszolút. Csinálhatjuk egy kicsit kedvenceinket, talán induljunk el a hátsó részről, jó, a kozmetikumokról. Igen. Akkor igyekeztünk összegyűjteni Amerika, Ausztrália és Európa, mondjuk úgy, hogy piacvezető és luxus termékeit, azokat a kozmetikumokat, amiket a tengeren túl ugye a nagy kiállítási birodalomban a nagy kozmetikusok és handlerek használják. Ezek gyakorlatilag a fürdetéstől a szőrápoláson egészen a kiállítási fazon kialakításában segítkező termékek. Te fontosnak tartod a nagy olyan kozmetikumokat? Hát nagyon fontos, mert ugye egy megint csak arra tudnék kilukadni, hogy én sem kenek magamra mindent. Gondolom a kedves néző sem ken magára mindent, ami a keze ügyébe akad. Nem biztos. Hát tételezzük fel, hogy nem. Igen. Akinek hosszú szőrű kutyái vannak, ugye hát az végig gondolja, hogy hány év munkája fekszik abban, amíg ugye megfelelő formába és a kiállításon megfelelő minőségbe ugye lehet tartani, és hát külön fejezet a fehér kutyák, tehát az aztán az elszíneződés, a szőrtörés, a mindenféle. Nagyon borogat a Csaba is, az egy külön fejezet, tehát erre nagyon profi szakemberre van szükség, én magam se. Tehát sokat látok, hallok, tapasztalok, de nekem is van groomer, aki rendszeresen karban tartja a kutyákat, mert ez is egy szakma. Tehát a fodrászhoz is, hogyha elmegyünk, akkor mi magunk nem tudjuk úgy, hogyha meg a kozmetikus, meg nem tudom, tehát ez is egy szakma. Tehát ezt is meg kell tanulni, hogy hogyan, miképpen lehet, hogy a szárítás, a kondicionálás, tehát, és azon kívül az egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy nem biztos, hogy ami az egyik, ugye a termék, ami az egyik ugyanolyan fajtájú kutyánál beválik, az a másiknál is beválik. Ezért vannak itt szakemberek, ezért, ugye? Ezért pontosan. Tehát amikor tudod, bolyongunk egy üzletbe, tudod? Hát sampon-sampon. Sampon-sampon, krém-krém. Hát mondjuk úgy, hogy ez az üzlet nem arról szól, hogy bejön a vásárló és azt mondja, hogy tessék mondani, hol találom ezt, meg ezt, és ugye azt mondják, hogy balra a harmadik sor. Igen. Itt megpróbálnak eligazítást nyújtani. Hát de a vásárló honnan tudná, hogy mit kér? Tehát ott is az a probléma, hogyha mondjuk bemész egy ilyen nagy áruház, és azt mondod, hogy hát szeretném megfürdetni a kutyámat, tessék választani sampont, azt az eladó nem fogja neki megmondani, hogy na és milyen kutya, hát magyar vizsla, vagy lasza. Nem is ismeri az eladó. Hát nem is ismeri a fajtákat. Már ott mindent, fajtát, mindent ismernek. Igen, tényleg, nem is ismeri, fogalma sincs. Sampon. Kozmetikáztunk, olyan szakembert hoztam, hogy ennél jobbat nem, teljesen. Kozmetikáztunk, kozmetika után csattok ugye Amerikából,
eredeti szatén bársony, Swarovski kristállyal, egy kis díszítés, hogy csinosan mutasson. Kell már a kutyáknál is a divat? Szerinted, Tamás? Most én nem szeretem, ha bohócot csinálnak egy kutyából. Tehát azt én nem nagyon bírom ezeket a kis táskában hordott, ocelotos, napszemüveges kutyákat. Tehát, hogy ezeket... Tehát ez én tőlem nagyon messze van. De ez van fajtája, ami... Azért a jelmezt és a kosztümöket szeretnénk mi is elhagyni, tehát... Igen, de van olyan amit mondjuk muszáj, mert tibeti terjerén is például előfordul az, hogy el kell csatolni a frufrujukat, mert hogyha bár a kiállításokon ez nem megengedett elvileg, különbírója válogatja, hogy megengedi-e a ringben vagy nem, de mondjuk például, hogyha a nap süt, akkor általában a különbírók megengedik az elcsatolást, mert a világos szőrű kutyáknak olyan a fénytörése, hogy egyszerűen nem látnak úgy, és bizonytalanok nem tudnak úgy közlekedni. De mondjuk például a Shih Tzu-nak, a rozettájának a megcsinálásához, vagy a krizantém megcsinálásához feltétlenül fontosak ezek a csatok, vagy a máltai selyem kutyánál. Tehát, hogy nyilván azért vannak fokozatok, tehát le lehet tűzni az befőttes gumival is, meg hullámcsattal is, de azért ez is más. Azért itt kezdődik. Bár mondjuk hozzáteszem, hogy a hosszú szőrű kutyáknál a befőttes gumi megint nem egy jó ötlet, mert ugye az más típusú anyagból van, mint a szilikon, és arra feltekeredik a szőr, és kitépik. Tehát az megint nem egy jó ötlet. Bár nem tudom, hogy egyáltalán divat-e még az, hogy csomagolják a kutyákat. Mert hogy ugye csak úgy nő meg a szőr, ha fel van csomagolva. Tudod, ott elengedhetetlen. A fehér kutyákat mi is, csomagoltuk egyébként, amíg meg, most már nem olyan gond, mert lenőtt a szőre. De ameddig le nem nő a szőre, addig az én groomerem is csomagolta. Igen, hát ahhoz használnak olajat, ugye, és akkor úgy... Mutatok neked olyan itatos szállat, hogy megmondom őszintén, fényképről láttam, és nem gondoltam, hogy ilyen gyönyörű dizájnos tálak vannak, nekem nagyon tetszenek. Nagyon nézd szépek, meg, ugye, igen. Egyébként ez a rövid szőrű kutyáknak jó, ez hosszú szőrű kutyáknak nem jó. Hosszú szőrű kutyáknak olyan itató tála jó, amiben csak egy luk van, igen. Hogy a szakálla és a bajsza, nem azért, mert hogy ízik, csak mert hogyha az állandóan vizes és kiszárad, akkor letörik és rövid lesz. Akkor most teszem, hogy a fehér pulimnak ígértél, mert például én is azzal szenvedek, hogy itt akármilyen tisztán tartom, sárgul a szőre. Én kikísérleteztem erre egy módszert. Háromféle termékből kell ezt összekeverni. Szabadalmazok? Most mondjuk nem mondom nem el, hogy melyik ez a három termék, de meg lehet nézni az én kutyámnak az állát. Úgy gyönyörűek. Ezek kézikészítésű finn agaras nyakörvek és álmok. Gyönyörűek. Ez valami elképesztően szép. Mindegyik gyönyörű. Ez gyönyörű, ezek a szalagokkal, meg nem tudom. Igen, kár, hogy az én kutyáimban minden elvész. Tök mindig olyan gyönyörű, strasszos nyakike van, észre se vették sose, mert hogy egyszerűen a szőrében semmi nem látszik. Van egy kis ruhadivatotok is, ugye, Csaba? De itt nem csak ruha, ugye nem csak ruha van. Igen, kell például a kutyára védőruházatot tenni vagy adni. Tudod miért? Azért, mert például, hogyha télen mondjuk ilyen deres, jeges eső esik, vagy valami. Igen. Ugye itt végig a gerincére ráesik, ahol ketté válik a szőr, és ott az ugye kifagyhat. Van nálatok olyan, ami ilyen egyszerűen védi, tudod, a hasa alatt ne legyen vizes, nem tudod, hol van? Esőkabátszerű, igen. Az nekem nagyon tetszett. Tudod, miért tartom nagyon praktikusnak? Mert sokszor kilódunk a hosszú szőrű kutyáknál, tudod, igen. Hogy... Mert ez ugye, ez egy téli ruha. Hát ez, igen, ez zseniális egyébként, nem? Mert ez a lábszőrét is védi. Na, nézzétek, ez sörúci. Hát ez zseniális. Tipővel kombinált. Na?
És esőbe ráhúzod, azt igen, jó napot és kívánok. Viszontlátás. És azért nem sárosan, dzsuvásan, akkor hozzuk hónala az mert azt is szokták mondani, hogy hát kifejezést is nagyon szeretem, nyírjuk le a kutya szőrét. De, hát de nem nyírom, mert, de nem nyírom, mert én hosszú szőrű kutyát szerettem volna. Tehát nem nyírom le. Ez a legpraktikusabb menüt, mert ugye a cipővel egyben. Nagyon jó, ugye? Hát ez fantasztikus. Majd kamerán kívül beszélj a Csabával, mert szerintem ezt méretre hozzátok, ugye kutyákra? Igen. Méretre. Igen, igen. Tamás, köszönjük, mert... Én köszönöm a meghívást. Hogy fejezze be a Csabi? Köszönöm, hogy elfogadtad, és nem csak a kutyákról, de a gazdikról is szoktunk gondoskodni. Tényleg? És mi? És szeretnénk egy ajándékot átnyújtani. A csomagolás az mondjuk az eredeti. Jajjaj. Ez egy dán képporcia. Úristen, na, pont ezt mondtam. Pont ezt mondtam, mikor bejöttem, hogy ott vannak a tányérok, meg a izék, és nincs tibeti terrier. Hát ez olyan, mint a Totó. Ez olyan, igen. Esküszöm. Na hát, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. De most még készültünk egy meglepetéssel. És ilyen kis buci fejük van, ezek, az enyémeknek is ilyen kis buci fejük van, annyira édes. De ez nagyon szép, nem? Nagyon szép. Még készültünk egy meglepetéssel. Még egy meglepetéssel? Tudom, hogy gyűlölöd a meglepetéseket. Nagyon utálom, igen. De... Amióta egyszer megünnepeltek a 103. születésnapom alkalmával, azóta a meglepetéseket, ott, ahogy Danne. Elárulhatom így a nézőknek, hogy igen. Szerintem ez a meglepetés a mi barátságomból vállalkoztál, ugye? Hogy, mert te nem mész meglepetésre. Nem, azt nem mondják meg, hogy mi a meglepetés, én nagyon szívesen meglepődök újra, de nem mondják de meg, hogy mi a meglepetés, de nem megy. Mert nem fogják elhinni a nézők, hogy tényleg meglepetés. Na. Nem tudja a Tamás, hogy milyen meglepi vár rá nem most a kozmetikában, úgyhogy induljunk együtt, és meglátod, jó? Jó. Mert tényleg nem árultam el. Jó, de rám lesz írva, ha nem tetszik, rá, nem baj? Ez annyira rád lesz írva. Because we both know where I'm about to go. Vacsora vendégek is vannak. Sziasztok! Hello! Szia, Dorka! Hello! Szia, Kati! Hello! Jaj, de... Kapsz tőlünk egy kis ajándékot, ide néz. Úristen, már megint! Amit a lányra varázsoltál. Köszönöm szépen! Atya úristen! Tetszik? Nagyon! Úristen, mivel vagyok itt elhalmozva, és tényleg ugyanettől a festőtől kaptam már igen. Egy képet, tőled, az is igen. Ki van téve, és ez pedig a fotó, amit fotó. Kértem. Nem is egy, mert Dorka fiatal felvezetőként második helyezést ért el a világkiállításon. Második helyezést ért el a világkiállításon. Amihez a Tamástól kapta ezt a csodálatos ruhát, ezt a kis rucit. Rajta van, és ami azért valljuk be őszintén, hogy a siker egyik része volt. Egyébként, bocsánat, annyira nagy jelentősége van kömmel. Úgy van. Szoktam nézni kiáltáson, amikor a fekete kutya mögött feketébe guggolnak. A másik kedvencem a fehér kutya fehér háttérrel. Tehát hogy ez tényleg nagyon fontos, mert nézd meg, hogy ugye itt is fekete-fehér kutya, és ez a fuchsia fényképeken pirosba hajló, tehát az összes többi alakot lehet feledni. Igen. Mert csak a lány látszik és a kutya. Igen. Tehát, hogy... És elmondom, hogy olyan sikere van a ruhának, hogy a Dorka most jött haza Angliából a Craftról, ott az internetes fórumokon az jött le, hogy a legcsinosabb gyerek volt, sőt van egy fénykép, és a fénykép alá nagybetűvel oda van írva angolul, egy hogy... Lány odaírta, aki lány... feltölt a fénykép, hogy nekem kell ez a ruha. Ez a ruha kell nekem. Tehát a ruha... Köszönöm szépen. Kedves egészségetekre, és hát mindenkinek minden jót kívánunk. Köszönöm szépen még egyszer a meglepiket. Neked sok sikert az üzlethez, neked további eredményes versenyzést, mi pedig majd barátkozunk. Csókolom. Szevasztok. Baby, that's why.